Mi pedig folytatjuk egy érdekesség, amellyel Külhonba látogatunk, Székelyföldet mutatjuk be egy kicsit másképp. A Székely öntudat megőrzése és Székelyföld szellemi kincseinek terjesztése céljából jött létre a Székelyföldi Legendárium. A készítők célja, hogy az erdélyi mondák és legendák újra a köztudatba kerüljenek, s mindenki számára hozzáférhetővé váljanak. Fontos, hogy minél többen megismerjék Székelyföld történetét, kultúráját, népviseletét, s nem utolsó sorban mondáit, valamint legendáit. A napi aktuális vendége a témában ezúttal Fazekas Szabolcs, aki nem más, mint a Székelyföldi Legendárium alapítója. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Köszönöm szépen! Az összeállításban hallhattunk egy kis történetet, ugye kezdetben volt egy térkép, aztán lett belőle egy könyv, most pedig lesz egy 3D-s rajzfilm sorozat. Hogyan jött az ötlet? Hát ugyan 5 éve körülbelül elkezdtünk foglalkozni ezzel a projekttel. Hát az első dolog, amiért tényleg így nekifogtunk a legendárium megrajzolásának, Brüsszelbe szembefutottunk egy térképpel, amely az Európai Unió országainak a kulturális örökségeit ábrázoltak gyerekeknek. Én kis gyerekrajzok voltak mindenhol, Románia területéről természetesen Dracula, bukaresti Aténeum, és úgy ennyi. Tehát ez jelképezte Romániát. Hát azért úgy gondolom, hogy itt vannak azért még arománok, törökök, szászok, tatárok, és ugye a székelyek, és magyarokról, tehát hogy Erdély területén. Tehát ezek mind lemaradtak. És ez egy ilyen picit ilyen válasz volt a mi legendárium térképünk. Aztán időközben szépen ugye fejlődött, egyre több igénylet rá népszerűsödött, de ez volt az egyik indítóka. A másik az, hogy gyerekkorom óta érdekelt, foglalkozott ez a téma, ott nőttem fel szülőföldemen, és tényleg úgy valahogy a közösség nem igazán használja már ezeket a mondákat és legendákat, gyerekekhez nem igazán jutnak el ezek a történetek, és ezek voltak az indítókai. És az, hogy most a könyvből lesz egy 3D-s rajzfilm sorozat, azt mi indokolta? Igény volt rá? Tehát annyira népszerű volt a könyv, hogy mondhatni a rajongótábor szerette volna ezt mesében is látni? Hát ez egy álom is, ugye, hogy legyen ez a rajzfilm sorozat. Azt látom, hogy igény van rá. Tehát mi az egésznek úgy fogtunk neki, hogy nem is volt rá támogatásunk időközben, ugye jóra fordult a helyzet, de azt lát, keresik, kérdezik, keresik mindenhol DVD-n, mikor lehet hozzájuk férni. Tehát azt látom, hogy van rá igény. Ugyanúgy, hogy a könyv nagyon elterjedt. Tehát 10 000 könyvet adtunk ki, és tényleg elfogyott. Most megint újra kell nyomtatni. Van igény rá otthon a magyar családok, székely családok, otthon esténként gyerekeknek olvassák, gyerekek rátapadnak a térkép. Most miért ne láthassuk ugyanezeket a székelyföldi mondákat és legendákat rajzfilmbe, hiszen van ugyanolyan értéke, mint egy nyugatról ideérkező rajzfilm sorozatnak, vannak itt is mesehősök, a történetek egészen még színesebbek is, és ugye még tanul is a gyermek belőle. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy ezt tegyük hozzá, hogy azért ennek egy tanító-okító célzata is van. Igen, ezek ilyen kis SMS-ek a múltból, ugye mondák, legendák, nem csak mesélnek, hanem itt tanítanak, igen, furfangos székelyek, hogyan játszották át a tatároknak az eszét, de mindent, tehát becsületre tanít emberségre, az a napjainkban ez most fontos, azt hiszem. Ez hány részes lesz pontosan? Az első részt az ugye meg lesz biztosra, 12 részben gondolkodunk, ugye ez a standard televíziós, el tudjuk indítani a televízióban, ez fontos, hogy minimum 12 résszel kezdjünk, én bízom benne, mind a 156 történetet valamikorra el tudjuk készíteni, hogy ez elég hosszú folyamat, teljesen székelyföldi csapattal dolgozunk, úgyhogy nem tudom még, hogy mennyi idő alatt leszünk kész sem, de 12 rész biztos. A bemutató az pedig decemberben lesz, azért azt mondjuk el, hogy egy nagyon különleges helyszínen lesz a bemutatója az első résznek. Igen, mint ahogy a legendák és mondák világában is történnek csodák, ugye elkezdtük a rajzfilm sorozat készítését, és lám csoda történt, a Magyarország gyűlés ugye támogat minket, segítenek. Mi is hálából, és tényleg meg is hívtak minket a Magyar Gyermekmentő Szolgálattal közösen a Kárpát-medencei gyerekek karácsonyára, karácsonyi ünnepségére. Ott szeretnénk az első rajzfilmet bemutatni. Bízom benne, elkészülünk, teljes bőzzel dolgozik otthon mindenki, most itt Budapesten itt vagyok, de otthon azért folynak a munkák, és itt ott lesz bemutatva először a Magyar Parlamentben, ez nekünk egy nagy megtiszteltetés végül is. A második bemutató az már Székelyföldön lesz a Likaskő helyszínén, ott, ahol történt ez a monda.
azt még mondjuk itt a beszélgetés végén, hogy itt azért nem csak magyar nyelvű könyvről van szó, illetve talán a film sem csak magyar nyelvű lesz, hanem azért ez egy nagyobb célközönséget céloz meg. De igen, mert a legendárium az azért érdekes, ezek a történetek még szűz, úgymond nem is igazán találkoztak a más, mondjam, más rajzszínekben, nem bukkannak fel ezek a történetek, és nagyon sok, tehát már igény van arra, hogy ezt külföldi televíziókban műsorra tűzzék. Németországból, Szlovákiából, Csehországból is. És most tényleg képzeljék el azt, hogy a székelyföldi mondákról egy rajzfilmsorozatot lead egy német televízió, és az a német gyermek igenis fogja látni és tudni azt, hogy mi az, hogy székelyföld. Tehát az alapoktól, és ez a célunk vele végül is, angolul is ugyanúgy, tehát minden nyelven minél több nemzet lásson minket, mert akkor igazán így fognak tudni rólunk, és akkor tényleg nem egy Drakulával fogják a székelyeket azonosítani, hanem a székelyeket a saját kultúráikon keresztül ismerik meg. Az információ pedig bővül, és már csak egy dolog így a végére. Volt könyv, van most film, viszont van társasjáték is, erről mit kell tudnunk? Igen, két társasjátékot készítettünk, ugye van a legendárium térkép, leemeltük tematikusan a kincskeresős történeteket, ez lett a Székelyköncsök őrzői című társasjátékunk. Nagyon egyszerű a játék, a gyerekek lépésről lépésre, minden lépés egy monda, vagy legenda, gurító kockával halad, és ahogy lép a gyerek, úgy a lépésnél van, érik hatások, tehát hogy vissza kell lépjen, elveszít egy aranyat, előre léphet, tehát egy csoda történik vele, és közben megismeri magát a történetet, tehát oktató maga a játék. A Tatárítjom című játékunk az pedig tatárjárásos történetek, tatárjárás korából, itt menekülni kell, vagy harcolni kell a tatárokkal, szintén gurítókockás egyszerű játék, és megint a minden lépéshez fűződik egy kis csata, vagy egy kis történet, akkor a gyerekek úgy jobban elsátítják, tehát úgy játékosabban tanulják a történelmünket. Hát ehhez pedig nem is tudunk más tenni, mint hogy sok sikert kívánunk, és hogy Európában, vagy akár a világon minél többen ismerjék meg ezeket. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk a lovak iránti szenvedéllyel és az elkötelezettséggel, és nem utolsó sorban